Üdvözlünk minden kedves nézőt itt az Európai LCS utolsó hetében, azon belül is a második napon. Az első mérkőzésünk rögtön egy H2K Mysterious Monkeys összecsapás lesz. Amiről, amikor a statisztikákat néztem, azt írtam, hogy annyi esély van a Mysterious Monkeysnak, mint a Pierce megnevezti a haját. Aztán tegnap megtörtént az, ahogy a G2 is kikapott, illetve a Fnatic is egy elég csúnya vereséget szenvedett, szóval ki tudja, lehet, hogy ez meglepetések hete. Persze azért ennek a mérkőzésnek jóval több tétje van. Szervusz, kedves Búci, te mit gondolsz? Szia, Livius, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Pontosan, hát hogyha mégis nyerne most a Mysterious Monkeys, akkor remélem Pierce majd vasárnap, amikor hazajön, akkor már hosszú hajjal fogja itt lobogtatni a berasztáztatott, tudod? Metásírót pontosan, de tény, ami tény, azért a tegnapi Fnatic vereség meglepő volt, nagyon szépen játszott a nép, küzdött a nép, brutálisan, de azért el kell mondani, hogy a Fnatic ekkor már tudta, hogy biztos első, mert látta, hogy a G2 kikap. Sőt, azt mondom, hogy inkább a G2 vereség volt meglepő. Igen. Mert nekik nagyobb tétje volt sokkal annak a mérkőzésnek, és ők is kikaptak, igaz, az 2-1 volt, és a második mérkőzésen fölényes G2 meccseket láthattunk, viszont utána valahogy kicsúszott a lábuk alól a talaj. De hát... a Rocket az pont ez a nagy csapatverő. Aha, csak mindig azért... későn. Igen, picit későn szokott felébredni a Rocket. Pont Jankosznak volt egy ilyen tweetje, hogy a Rocket megveri megint a G2-t, és nem számít megint. Vagy hogy volt, hogy a Rocket megveri a G2-t megint, és semmit nem számít megint. Igen, valamilyen így szinten volt. Igen, pontosabban ugye a G2-nak most már így azért elszállt az esélye az első helyre. Teljesen. Viszont, hogyha már első helyről beszélünk, akkor a mai mérkőzések rettentő fontosak lesznek. Mm-hmm. Egyrészt az H2K-nek az, hogy győzzön, és ezzel megint csak egy picit lépés előnyben legyen a Unicorns of Love-val szemben, és ugyanúgy majd este 7-től, vagy esetleg 8-tól a Unicorns of Love-nak is kötelező elhozni ezt a mai győzelmet. Bizony. Ugyanis ők ketten fognak majd játszani még a héten, még hozzá vasárnap. Azért az egy nagyon durva kis összecsapás lesz. Uval és Tükhely tényleg ott az első helyért fog menni a csata, abban az esetben, hogyha ma mind a ketten hozzák az úgymond kötelezőt. Igen, és ne felejtsd el, hogyha pontozonosság van, akkor az H2K-nél van az előny, mert sokkal jobb szériákat játszottak, tehát több 2-0-jük volt, mint a Unicorns of Love-nak, ami rettentő releváns ebből a szempontból. Magyarul, hogyha most, ahogy te is mondtad, mind a ketten hozzák a kötelezőt, akkor Unicorns of Love-nak meg kell verni az H2K-t. Bár az H2K-nek is ugyanez a szituáció, hiszen döntetlen ugye nem lehet, tehát akkor tényleg a nagy rangadó, a B csoport utolsó mérkőzése fogja eldönteni az egész B csoportot, még az A egy kicsit egy oldalúra sikerült. Vagy legalábbis nagyon jól megindult a Fnatic, és tényleg én a tegnapi meccset azt úgy olyan szinten venném ki az egész szezonjukból, hogy próbálkoztak, meg akartak nézni egy-két olyan új beállás, mint például Azir, vagy például egy három mágikus sebzés hordozó Rumble Alice és még a Cassio, tehát azért ott elég brutálisan sok helyzet van, de közben nézzük, hogy ki azok, akik biztos, hogy benn vannak már a playoffban, azaz a rájátszásban, a Fnatic, G2, illetve hát itt a Misfits szépen lassan jön föl, de a Misfits ugye az A csoportból, illetve B csoport, H2K, Unicorns of Love, illetve Splice. Így van, és a biztos kiesők pedig a Mysterious Monkeys és a Ninjas in Pyjamas, akik szembenéznek majd a Giants-el, illetve a Schalke-val, akik elég komoly kihívók, én úgy gondolom. Mind a ketten ex-LCS játékosok, illetve csapatok, kicsit ugye más a felállás, de ettől függetlenül minden esély van arra, hogy visszajutnak, és nem szabad elfelejteni, hogy a mai napon még Amerikában is egy jó kis promotion vár minket. Így van, este majd, hát 9-től, 10-től, attól függ, hogy végzünk, valószínűleg nem fogjuk átkapcsolni a Unicorns of Love Vitality mérkőzést, azért mert elkezdődik a promó. Kivéve, ha akarjátok, mert akkor igen, de akkor meg kell szavazni, srácok. Ez így van, de ettől függetlenül, hogyha 9-ig végeznénk, akkor 9-kor rögtön átkapcsolunk, és akkor szépen Észak-Amerika Promotion Tournament elkezdődhet. Ugye ott egy héttel kevesebb az egész alapszakasz, míg ugye Európában ez a hét az utolsó hét, jövő héttel pedig majd szépen lehet jönni, és a rájátszásban megküzdeni, és azért ez mindig más a rájátszás, tehát most azért lehet azt mondani, hogy persze, Fnatic, G2, Misfits, H2K, tehát nagyon erősek ezek a csapatok, Unicorns of Love-ot is beleértve, de rájátszás BO5 teljesen más lesz a szituáció, viszont addig el kell jutni, és milyen kényelmes első helyről bejutni a rájátszásba, mert akkor már elődöntőt kell játszanod, vagy elődöntőben kezdheted meg, tehát a Fnatic így készül majd, és ezért lesz rettendő fontos, hogy az H2K vagy a Unicorns of Love tud a B csoportban az első helyen. Bizony.
semmiféle szempontból sem szabad egyik csapatot sem félváról venni. Ugyanis vannak ilyen tipikus rájátszás menő csapataink, mint például Splice. Uh-huh. A Yamato Cannonról mondtuk azt, hogy hát ő az, aki nagyon érti a BO5-öt. Tehát ott a Yamato Cannon BO5, na most nem lesz BO5-ös szériákon belül edző. Sőt, ugye Pihi lesz a Vitality-nek a negyedik helyen, de kíváncsi lesz, hogy a Splice mit tud majd letenni az asztalra, ha már Nico de Pico az egyik legjobb edzőnek bizonyult tegnap. Hát a tegnapi nap folyamán mindenképpen azt kell, hogy mondjam. De hol lehet most a Mysterious Monkeys-nak valamilyen szinten lehetősége, esélye? Te hol látsz olyan minimális esélyt, hogy meg tudja fogni az Istükét? Lent. Lent, az alsó ösvényen, Yuki és Dreams? Két esélyük van. Ez pedig egy Thresh és Kalista nevet viseli szerintem. Tehát a túlvilági párossal tudnak magabiztosan teljesíteni, mind a kettőjüknek elég jó statisztikájuk van ezekkel a hősökkel. Ha megnézed, a 9-1-es Dream Thresh, az nem annyira jó amúgy, de ezen felül a 6-3-as Yuki Kalista az olyan csapatban, ami ennyi vereséget szenvedett, igenis jó statisztikának számít, biztos vagyok benne, hogy tiltani fogják ellene, de akkor tiltani kéne mondjuk Koskyon a Cassiopeiát, hiszen a középső ösvényen egyedül ez az egy esélye van Koskyonnek, ezen kívül Febi Vennel szemben, hát nagyon esetleg a Mazinggel. Főleg úgy egyébként, hogy véleményem szerint egyébként Jankosznak a dzsungelezősi stílusa sokkal agresszívabb mondjuk Amazinghez képest. Amazing nagyon szereti Kikis támogatni a felsősvényen, Jankosz viszont simán megteheti azt, hogy Febi Vent helyezi kellemes pozícióba, hogy az ösvényen is nyerjen, és akkor innentől kezdve meg lehet indítani valamiféle lavinát, de nagyon-nagyon nehéz lesz most a majmoknak bizonyítani. Én várnék azért Kikisztől valami meglepő választást. Ő azért egy tényleg veterán, öreg róka. És most meg is teheti egyébként. És most meg. Simán. De az az érdekes, hogy mostanában azt láttuk a Mysterious Monkeys-től, hogy Kikiszt elkezdték a csapatba beépíteni. Tehát olyan választásokat játszik, mint Shen, mint mondjuk Renekton, vagy Gragász, tehát abszolút inkább a csapatkompozícióba teszik bele Kikiszt, mint inkább az Aatrox, Akali, Jax kombóból válasszon, de szerintem, ha valamikor, akkor most meg lehet fogni az H2K-t ezzel, csak egy a gond, hogy van egy olyan ellenfel, aki az Odoamne nevet viseli, aki el is mondta, hogy hát nem érdekli, hogy a Kikiszt őt bántogatja, meg beszól neki, meg mondja, hogy hát ő meg fogja, meglátjuk. Elég épp nyugodtan kifejezte magát, hogy baromira nem érdekli. És nem is nagyon kell azért Odoamne, még mindig nagyon erős felső ösvényesnek számít itt Európában, azt kell, hogy mondjam, és neki is eléggé széles a hős bázisa. Miközben nézzük meg az éjszükei felállását. Odoamné a felső ösvényen, Jankosz a dzsungelben, Febiven a középső ösvényen, és Nuklir és Shai párosa ismét az alsó ösvényen, és ugye Proli, aki mindig szigorúan tartja az H2K csapatát, most is néz meg, de mindig mosolyog. Így van, egyébként Proli nagyon-nagyon mosolygos, és jól is sikerült szerintem ezt az H2K-t összerakni erre a szezonra. Abszolút van esélyük még a világbajnokságra való kijutásra is. Mysterious Monkeys pedig Kikis felsősvény, Amazing Jungle, Koskyu középsősvény, Yuki 60, illetve Dreams párosa Unlimiteddel ki, egészülve pedig az alsó ösvényen. Nehéz azért, én úgy gondolom a Mysterious Monkeysnak. Itt vannak egy fél éve jó formán a profi színába, és most oda kerülnek, hogy bizony a kiesés ellen kell küzdeniük, nem úgy, mint tavaly, hogy a bejutásért. Igen. És hát ugye ne felejtsd el, hogy akkor még más néven és egy kicsit más felállással is. Jót tett nekik a váltás. Kikisz és Amazing érkezésre egyértelműen erősítette a csapatot. De nézzük akkor a választási és tiltási fázist. Az érdekesség, hogy az H2K megkapta a kék oldalt, ahonnan összesen egyetlen egy vereséget tudott eddig szerezni. Mindig máskor nyert, tehát el is lehet mondani, hogy H2K, kék oldal, GG, go next. Go next. A Mysterious Monkeys a piros oldalról magabiztosabb, onnan több győzelmet tudtak elhozni. Én mégis úgy gondolom, hogy a kék oldalról az H2K egyértelműen esélyesebb a győzelemre, és az MM-nek talán a következő mérkőzésen van nagyobb lehetősége megfogni őket. Jó, abszolút. Miközben jönnek a tanktiltások, Maokai, illetve Zek. Zeket ki kell tiltani. Jankosz ötször hozta el, vagy ötször engedték, hogy elhozza. Nem is értem egyébként. 62-es KDI-ja van vele, miről beszélsz? Hát ez az. 5 meccsből egyszer halt meg. Egyetlen egyszer halt meg, és tele volt gyilkosságokat, tele volt támogatásokkal. Brutálisan erős az ő kezében a Zek. És folyamatosan érkeznek egyébként a Jungle Pair felsősvény tiltások. Az H2K-től ott van, az a Jarvan. Míg a Mysterious Monkeys a régi trióból kettőt már azért kitiltott, ugye Zack, illetve Caitlyn.
Na, mert most érdekes ez a Jarvan tiltás egy kicsit, szerintem az inkább Kikiszen érkezik, mint Amazinggel szemben, aki még ezt a hőst csak egyetlen egyszer játszotta, és akkor is veszített. Mondjuk a Mysterious Monkeysnál ez egyébként annyira nem rossz statisztika, hogyha nagyon őszintén akarunk lenni. Kikisz viszont már játszott egy-egy Jarvant. De kíváncsi leszek, hogy mit hozhat most? Lehet, hogy nem, mit, tehát Alistar top? Júj. Ugye? Júj. Ez durva lenne, vagy legalábbis én azt nagyon-nagyon meglepődnék erre. Közben az utolsó tiltás az H2K oldaláról LeBlanc volt, ilyenkor kap egy Alice-t. Ritka már az Alice, persze tegnap is volt, de nem nagyon szokott átjutni a mostán. Hát tehát, igen. Hogy inkább a tiltó listán szokott maradni. Míg a másik oldalról az a Mysterious Monkeys még egy lövész tiltott az utolsó pillanatban, nem más, mint Kalisztet. Ne, Poppit! Oké, akkor Oriannát. Koszkiu Oriannát kap. Hát még nincs győzelme ezzel a hőssel, illetve de van egy. Egyszer sikerült megnyerniük a meccset. Itt az ideje, hogy megszerezzék a másodikat is. És ez is megint egy kicsit olyan dolog, mint ugye a Zeket, amit beszéltünk, hogy ki kell tiltani, nem csak azért, mert kötelező, hanem mert milyen jó vele Jankosz. Ha Oriannát vesszük, akkor pedig Febiven az, aki 100%-os vele. 12,7-es KDA-ja van, nagyon-nagyon magabiztos hős az bizony. Ő kezében ez az Orianna, hogy inkább el kell venni. Nuclear kap közben egy Tristanát, és Febiven azt mondja, hogy napfény császár. Ez mintha deja vu lenne. Febivennek azért volt már közel Fnatichez, nem? Tehát mintha emlékeznék valamire. Egyrészt, másrészt meg azért Febiven jó kis Azir volt, még az Azir Viktor időben, amikor is jó volt. Semmi más nem volt, mint Azir Viktor. Megmutatta még ugyan azt a kis Zedet is, amit már egyszer elhozott azért Febiven. Igen, ne felejtsd el, hogy Febiven Zed játékai miatt kapta azt a nevet, hogy a srác, aki leegyvégezi Fakert, ugye akkor egy Zed-Azir kombóban sikerült kétszer-háromszor is 1v1-ben leszedni ellenfelét. Az alsó ösvényre pedig érkezik a szerelem, ilyen szép nyári délutánon. Rakan és Xayah. És egyébként ez nagyjából úgy előre meg is volt neki ágyazva ennek a Rakannak. Tehát ott van egy Orianna, aki szintén jól tudja védeni a lövészét, illetve azért jól tud zónázni. És ott van egy olyan lehetőség most ezzel a Rakan kezdeményezéssel, hogy egyrészt pajzsolni folyamatosan tudja, másrészt pedig a feldobás, illetve csábítás alatt megadja a lehetőséget majd Koszkiúnak, hogy egy jó vonzás hullámmal sebzést, illetve gyilkosságokat tudjon elhozni, osztani. Lúsan. Illetve tovább vinni a gondolatodat, szerintem a Mysterious Monkeys két dologra építhet, és ez a két dolog, Kikisz és Yuki 60. Már most Yuki 60-nek adsz egy olyan karaktert, mint Xayah, amivel tudja védeni saját magát, elég jó túlélési képessége van, ha már a Kalisztát kitiltották. Ráadásul védi öt Rakan és egy Orianna, nagyon jó kombó, és még nincs kitiltva sen, tehát például. Simán érkezhet Kikiszhez az, hogy azzal megvédjék Yukit. Viszont a nagy gond, hogy Xayahnek adtak egy trash-t. Igen, Tristana pedig nagyon erős mostanában, hát maradjunk annyiban. Folyamatos egyébként a tiltási Mysterious Monkeys, mondhatnánk azt, hogy lövész tiltások ezek, de azért a középső ösvényre bőven érkezhet, főleg Oriannával szemben az a Lucian, illetve Jayce is. Hát ugye a varázssebzés már megvan Elise-nek, köszönhetően. Nagyjából igen, tehát nem feltétlen kell, de a Shen tiltás pedig igenis. Igen. Mármint azt mondja Proli, illetve az H2K, hogy ne adjuk oda Kikisznek ezt a hőst, érthető. Abszolút. Erős még mindig ez a kombó. Tehát képzeld el, Rakan pajzs, Orianna pajzs, sem végső képesség, védjük az alaptámadásoktól. Úristen, tehát nem, soha nem ölnéd meg Amazinget. És akkor ne felejtsd, hogy Koszkiu közben olyan sebzést tudnak kiosztani, ami egy Oriannában van. Már talán azért borítékolhatjuk, hogy Koszkiu legjobb esetben 1v1-ben döntetlenre fogja hozni az ösvényt. Ezért berakjuk egy borítékba, eltesszük, aztán amikor meccs vége van, akkor kinyitjuk, vagy hogy aha, mert el fogom felejteni addig. Jó, oké, és odán ne. Jön a Krokival. Ejjjj. Erre viszont lehet ellenválasztani, vagy legalábbis tud reagálni majd a Mysterious Monkeys, ugyanis ezért ez a Gragas nem biztos, hogy Amazing kezébe kerül, bár nagy valószínűség szerint én inkább oda mondanám. Viszonylag sokat játsza Gragas-t, Amazing, legtöbbet játszott hőse. Ötször hozta el, Febiven pedig azt mondja, hogy akkor szindrázok egyet. Végülis miért ne? Van kábításom, van egy ultim és sebzés dögivel. A másik legtöbbet játszott hőse, szintén 6 alkalom, viszont ezzel csak 3-szor tudod győzni Febiven. Nem gondolom, hogy az ő hibája lenne, vagy Febiven szindrajátékát le kéne írni, egyszerűen az így jött ki az H2K-nek.
Kikis pedig a létező összes karaktert megmutatja, illetve Dreams, hogy Kikis mit kaphat. Na, akkor Kikis Gragas. Akkor Kikis Gragas. Amazing pedig Rek'Sai. Ezt mondom, hogy Kikisnek az egyéni választásának a kora, mintha egy picit alá lenne rendelve a csapatjátéknak. És azért egyszerűen sok csapatnál láttuk már, hogyha vannak ilyen egyéniségek, akik szeretnek valami különlegeset az választani, egy idő után be kell, hogy érjék azzal, hogy igen, és a csapat most fontosabb, mint az, hogy én milyen unikális hőst hozok magamnak. Emlékezzünk például egy EULCS-t, NALCS-t megjárt koreai játékosra, Hunira, aki mindig az ilyen kis különlegességekkel hívta fel a figyelmét, amint eljutott az SKT-be, onnantól kezdve azt mondták, hogy unikám, csapattal játsszál, légy szíves, jó? Tehát, hogy egyszer-kétszer elhozhatsz egy-két jó olyan választást, amit szeretnél, de most a csapat az első. És hát amikor Hunirak visszajön az a játék stílusa, hogy ő szólózik, akkor le is cserélik. Az SKT-ben megteheti, tehát az SKT most ott van, hogy ő sokkal nagyobb név, mint Huni, bár ez szerintem bármikor elmondható lesz a LOL világában, tehát az kizárt, hogy a kacsacsőr megforduljon. Hát, hogyha nem jutnak ki a VB-re, amire mondjuk azért kicsi esélyt látok, mert egyrészt pontokkal valószínűleg már a második seedbe kijutnak, ha nem is nyerik meg. Hát azért van rá megoldás, hogy ne jussanak ki. Van, de azért az eléggé... Tehát az rögtön most ki kéne kapniuk ugye már a negyed döntőkbe. Hát mondjuk úgy, hogy volt már rá példa. Az a negyedik seasonos Zakó, az egy elég kellemetlen szituáció volt, amikor a Samsung White elverte őket és nem jutottak ki. Uh-huh. Volt is erről egy nyilatkozott, hogy az volt a legnehezebb évük, hát melyik lett volna a legnehezebb, mind a hármat meggyerték ezen kívül. Olyan komoly gondokkal eddig nem néztek szembe, de jelenleg az H2K és a Mysterious Monkeys fog összecsapni az idézők szurdokában, és ha jól látom, itt azért nem olyan menő még, mint amit mi kaptunk most nemrég. Ja, mármint az átalakított úrfó. Hát persze, ugye ez egy tournament kliens. Nyilván, de akkor is nagyon jól néz ki. De jó, igen, abszolút jól néz ki az úr. Igen, az egy hét lemaradás miatt van, persze, nyilván. No. No? Nem volt semmiféle olyan invázió, ami már a játék első percében izgalmakat okozhatna. Innentől kezdve viszont elkezdhetik majd az ösvényfázis mindkét csapat játékosai. Nuklir egyébként pajzsot hozott hasonlóan Odramnéhoz, míg a másik oldalról a Mysterious Monkeys mindenhol, minden ösvényre jóformán agresszívan érkezik. Mármint a Doran tárgyakra pillantva gyűrűk. Felső ösvényen, középső ösvényen, illetve egy kard Yukinál. Ők komolyan veszik, hogy most az éjszükét szeretnék megállítani. Az alapvetően egy nagyon nehéz szituáció lenne az éjszükének, hogyha most kikapnának a Mysterious Monkeys-tól. Hát kétszer, igen. Bár ezért az egy sem lenne kellemes nekik. Nem. De mondjuk a Unicorns of Love nagyon nem tudja őket beírni. Mert ha ők még 2-0-at is hoznak, akkor is ott az előny, és pont az H2K-t kéne elverni, tehát ebből a szempontból nem túl releváns ez a dolog. Igen. Így is, úgyis az utolsó mérkőzés fog dönteni, ahol meg már tényleg mindig 2-1 vagy 2-0. Akár ki is nyeri meg. De az biztos, hogy az H2K szereti gyorsan lerendezni a csapatokat. Tehát ők a leggyorsabbak az európai LCS-ben. 34 perc, 23 másodperc alatt szokták a Mysterious Monkeys-os srácok lerendezni a meccseket, míg az H2K 32 perc, 50 másodperc alatt. Két perc az... Az nagyon sok. Az sok. Így van, ez is azért lesz majd jó, majd az H2K, illetve a Unicorns of Love a két leggyorsabb átlag játékidőt játszó csapat fog majd megküzdeni még a héten, és pont azért én azt is írtam, hogy vagy nagyon gyors meccseket várok, vagy viszont olyan szinten elhúzódó 60 perceseket, hogy nem tudnak már egymással mit kezdeni, mint például ugye tegnap, ahogy majd te is mondod, Jankos is Amazing találkozhat, viszont Jankosnak van kéke, Amazingnek villannia kell. Ez gyors volt. Érdekes. Jankos szint előnyének köszönhetően Amazing bajban volt. És ugye hallhattuk a Jankos interjút az elején, hogy ő azt mondta, hogy szerinte neki jó karakterei és jó játékstílus van Amazinggel szemben. De ha ki is kap, nem baj, mert Amazing egyedül nem tudja megnyerni a meccset, esélytelen. Hát ez... Szeretem egyébként jók ezek a kis trash talkok mostanában. Igen, és Jankos azért... Európának nem sok ikonja maradt, lássuk be. Sokat veszítettünk mostanság, de Jankos még itt van. Itt benne van, mindig van. Lehet bízni. És most is itt van, Kikis próbálják büntetni, nem? Mert a Minionok kiléptek oldalra, megmutatván, hogy Jankos hol van. Itt van Amazing is. Na nézzük, ki lesz az a nagy krug. Itt van Amazing, és sújt egyet Jankos. Így viszont ő kapja meg a kicsikbe, és próbál beleszólni. Uh-huh. Közben jó a feldobás. Nem, rossz a sebzés sem.
sej, mintha egy másik dimenzióban lenne ezzel a nyúzással konkrétan. Hát maga felé nyúzta volna, szép egyébként a gubó. Amazing, bemegy, viszont nagyon szépen kábítja ott a Doamné, megérkezik Kikis Jankos, bajban felemelkedik, majd le. Utána pedig arrébb lép, Amazingnek is fogy az életereje, Doamné, akkor nagyon erős Jankos villan és a gubóval fejezi be Amazinget, aztán Doamné is elvillan, majd Jankos a gubóval menti meg társát. Micsoda csapatjáték az H2K-től, 1-0. Igaz, kettő villanást áldoztak érte, de bőven megért, egy gyönyörű szép játék. Jankos jó időben használta a felemelkedését, illetve Odoamné nagyon jól tudta kábítani a beérkező Mysterious Monkeys-osokat. És ennek az első gyilkosságnak köszönhetően lehet is egy Doran tengét hozni. Ezt talált, és az a pont Yukira, a nyúzás ezúttal tökéletes, de se is érzi azért a fájdalmat. Csak hogy neki nem annyira van szüksége az életerőre, mint Yukira. És azért ne se felejtsd el a két alsó ösvény páros, a szerelem páros azért még sebzésben is jobb, hogyha együtt vannak. Kikisznek nincsen manája, Odoamnénak nem is kell. Nem bizony, Kikisznek viszont bajban. Na? Vannak is teste, villanni kell bizony Odoamnénak. Még pont sikerült a nyessel eltalálni, ám a szel már nem volt elérhető távolságban neki. Ez az a szeletelő mix, nem tudom. Ez a megborítós? A megborítós. Kikisz megborítós? Az mondjuk durvá, igen. Hát nézd meg, rögtön lágyvértekre kell váltani a pénzét. Jankos pedig folyamatosan álmos. Igen, de utána... ezek a tankok, ugye? De azért Elise nem nevezném tanknak. Elképesztő ez a fej Jankosztól. Úgy néz ki, mint akit most keltettek föl, és most megöllek. És most. Tehát, hogy ez a... Te hallod? Még egy ilyen... És akkor hozok egy zeket. Igen, nem szabad őt felkelteni időben. Mondjuk ez a csoges statisztika egyébként érdekes, hogy egyetlen egyet játszott, és ezt így belesorolják. Mondjuk a 10,5-ös kádé az nem rossz, miközben valószínűleg azokat a cseréket, amiket Febiben alkalmazott, Koszkyu inkább hát megszenvedte. Aha. Sigai léptekkel reagál az Indra kábításokra, nem elég a megtisztulás, még kevesebb időt akar tölteni kábításban, és ezért kábítással bőven rendelkezik az éjstükei, ott van Odoamnénél, ott van Jankosnál, ott van Febivennél, tehát ez meglehetősen sok komoly CC, amivel a kék oldal elindult. Itt meg buli van, Odoamné legyőzhetetlen, Kikisznek nincs villanása, Odoamné előtte áll, hogy ne tudjon elugrani, Kikisz óriási bajban, így visszafelé használja a kicsi a rakást, amivel tökéletesen védi meg saját magát, pont na, nem jött be a kolosszus, de Jankos itt van, és érkezhet a gubó, először csak a kis pókica indul útjára, Kikisz már tudja, hogy itt nem fog életben maradni, ez pedig tökéletesen mutatja be, hogy miért gondolja mindenki így. 2-0, és azt hiszem, hogy Kikisznek most kicsi kisebb a szája, mint eddig volt. Bizonyám, és nézd meg. Bokor mellé. Az bokor mellényt vásárol. Amazing, illetve Dreams. Gyorsít Febiben. Villám. Sikeres sajtaütés. Ez így van. Ráadásul duplán, mert mind a két idéző képességet elhasználta. Ezért viszont csak idézőjelben egy végső képességet kellett áldozni a Koszkiúnak. Amivel most az 1v1-ben kicsit nehezebb szituációban van, de amint ez visszatér, addig Febivennek nem lesz gyorsítása. Se villanása. Se villanása, pontosan Jankos kiszed közben egy őrszemet. Kiszedi? Nem szedi ki, mert nagyon szépen érkeznek rá. Azt a mindenit. Amazing villanását játszott aki Jankos a felemelkedéssel. Így viszont elvették tőle, Koszkiútnak pedig meg kellett tisztulnia, mert ha arra érkezik egy gyengék szétszórása, akkor az őt darabjait is szétszórják a szélben, amit Febiven egy zabolátlan erővel koronázott volna meg. Jankos most azért leiskolázza Amazinget, maradjunk annyiba az első 8 percbe, tehát hogy így köszönöm. Nem elég, hogy az első gyilkosságot el tudta ilyen szépen hozni az éjszüké, de most ez a feldobásos villanás előli felemelkedés, hát mint hogyha azt nem kisújból értett. De jó van, gyere csak, hát nem lesz ezzel probléma. A szintelőny még mindig megvan Odoamnénál. Az a éjszüké teljes srácok, Amazing villani fog, mondtam. Szép a halálos ítélet. Az alsó ösvényen is nagy az előny. Sejnek a halálos ítéletei rendet nagyon szépen találnak. És Dreamsék ugyan tudják tartani a lépést, de az 1v1-es cseréket nehezebben bírják kicsit. Habár Nuklinek még nincs fogadkozó sebzés, azt lássuk be. Szép énként az őrszem játék az H2K-nek, ha nem is annyira agresszívan őrszemeznek be az ellenfél dzsungelébe, de pontosan azokat a bejáratokat egyrészt
meg tudják nézni, és a rálátás megvan, ahonnan bárhova is érkezhetne Amazing, illetve most volt egy kis agresszív őrszem például ott a Krugoknál, most tűnt el, de tökéletesen tudta Jankos, illetve az egész éjtöké csapata, hogy merre jár Rek'Sai, aki hatos szintű power farmal rendesen. Ez pedig egy cancelled autotech volt, vagy megütötte az a Dreams-t? Mert hogy nem a őrszem ütötte, az biztos. Mindenkit üt. Dreams kapta meg azt a kampót a nyakába. Kikisz viszont elszenvedi a helyzetet. Ugyanis Renekton alapos az ösvény királya, kap még két támogatást, illetve elveszik Kikisznek a lehetőségét a farmtól, egyelő 30 farm hátrány. És ez hihetetlenül sok. Szóval azért azt maradjunk annyiban, hogy most is ezzel a szép kis kábítással megint Jack tudott farmot buktatni jó formán Kikisszel. Megindul a Renekton. Megindul az H2K. Igen. Talán a középső esény az egyetlen, ahol még nem. És az első sárkány pedig hedge sárkány, tehát ez fontos lehet mindkét csapat számára, amennyiben a tornyokra is szeretnének fordulni. Megkapják a gyorsítást a sutyarákból, és Febiven büntetés. Ugyanis Jankos itt van. Nézzük. A Gubótól megvédi a kis pengecsőr Amazinget, és közben sikerül visszaszerezni a pengecsőröket Febivennek, szépen egyiket a másik után. Amazing pedig, hát ezt nem tudom, hogy volt terv. Cicázik itt a kis pengecsőrökkel folyamatosan. Valamennyi farmot elvet Jankosztól, csak azért Jankosznak van kettő gyilkossága, tehát lehet, hogy 26 a 41-hez az állás, mert a függetlenül két gyilkosság, főleg, hogy az első gyilkosságot is Jankos hozta el. Abszolút kárpótolja. Ajaj. Hát Jankos Amazing helyett is lát. Így van. Ugye vakondként nem sok minden, nézd csak meg. Vakond. Hát vakondnak nem látnak. Igen, hát azért, mert vakond. Szép a feldobás egyébként, de Febivet nem lehet eltakarítani, Koszkiúnak nincs manája. Az utolsó parancs pedig nem talál. Megérkezik teleportal odaállni, aki pedig végig fogja mészárolni az egész Mysterious Monkeys. Nézd meg Amazinget, mennyire ki van zónázva odaállni, a torony alatt bulizik egy Gragason, és nem érzi a sebzést. Amazing kábítva, Amazing elpusztítva. Hiába érkezik meg Yuki a tolviharra, még nukleer sem tudják letakarítani egy torony alatti harcban a 12. percben. A legfájdalmasabb tényleg az volt, hogy nem tudták megölni Febivent, pörgött rajta még az égetés is. És villan Odoamné, ez viszont már kicsit talán túlvállal-e? Hát miért mondok én ilyeneket? A kifárasztás megmenti Odoamné életét! Sej! Azt hiszem, hogy lóg neked minimum egy Bambival Odoamné ezért. Tuti biztos vagyok benne. Hihetetlen volt ez a kifárasztás, az utolsó utáni pillanatban még megkapta Yuki, viszont nem volt elég a sebzése. 6-0 gyilkosságok állása. És Mysterious Monkeysnek lassacskán össze kéne szednie magát, de nézzük, miből is indult ez az egész. Koszkiú nagyon agresszívan villan és végső képesség, amire jön Dreams és az ő csábítása, de Febiven nem tudják megölni, ugyanis Jankos nagyon szépen tartotta addig a hátát, ameddig odaállni megjöhetett a teleporttal, és épp pedig oldalról folyamatosan zaklatta Amazinget. Kikisznek nem volt tökéletes az a robbanékony hordója, ugyanis nem tudta teljes mértékben negligálni az H2K-nek a támadását, ezt követően pedig még az agresszív villanás és kábítás Yukira, így viszont neki is kell elhasználnia méghozzá egy képességet. A gyilkosság megvolt, ugyan nem Yukin, de cserébe nem tudott hozni semmit a Mysterious Monkeys. Ó, Kikisz. Hát ez... tovább is van, mondjam még? Nem mondjad, igazából már erre nem feltétlen kell így felmárni a hangodat. Erre? Hát... Konkrétan már sablonos a szituáció a felső ösvényen. Az a kérdés, hogy kiöli meg Kikiszt. Hát most Febivennek sikerült. Így van. Az abolátlan erő elhasználásával. Kikisznek arra nem volt lehetősége, hogy behozza a kolosszus kurázsiát, pedig már volt robbanékony hordója, de hát maximum elodázta volna a halálát. Csé pedig legalábbis Kádia, illetve gyilkosság való részvételben hát vezeti egész Európát, mármint támogató pozícióban természetesen. Mindenképpen egy impozáns statisztika.
És a 76% gyilkosságból részvétel, főleg így 10 hét után, ez nagyon, nagyon magasnak számít. Így van. Nézd meg, az egy gyengék szétszórása volt, ez fél letelőre verte Amazinget konkrétan. Ouch. Jó, persze Amazingnek nincs még Valázs ellenállása, de akkor is. Megint talált egy halálos ítélet, szóval most nem a legjobb helyre. Oda se nem hiszem, hogy be akart volna menni nukliának, akkor ugrani kell, és azonnal kezdeményezhetett volna rá Dreams, ami fájt volna, így pedig nem indult el a buli. Feművennék pedig non-stop a rálátás kidolgozásán munkálkodnak. Ezt meg is tehetik, három lencséjük van, tehát abszolút nehéz most a Mysterious Monkeysnak bármiféle rálátást biztosítani. Nem sokára egyébként már fejleszthetik is ezt a lencsét, mármint Jankosz. Igen, a 9-es szint. Cseh is, amint meglépi már a szintet. Tehát, hogy... Dreams. Most elnyomott egy imát, az biztos. És ez pedig egy elég erősen nagy visszaesés itt a 7. és 9. hétben. Mármint, hogy milyen célpontokat hoznak el a Mysterious Monkeys játékosai. Valahogy ez a mid-season az jól ment, a közepe, 4-től 6. hétig, nagyjából ugye ez volt az egymás elleni meccsek. Ezen gondolkodtam, hogy ez valószínűleg a Rocket meg a Nip elleni statisztika igen. Dobta fel ennyire, mert utána meg Splice-en játszottak, meg azt hiszem Vitality, hogy nem, az nem lehet. Mindegy, a lényeg az, hogy mondjuk úgy, hogy keményebb ellenfeleik voltak mostanság. Az egy igazi komoly tolvihar volt. Yuki így megmenekült. De miért? Mármint addig, ameddig Jankosz meg nem jön, mondjuk pont szép egyébként a Mysterious Monkeysnak ez az őrszeme, így lebukik Jankosz. Shrekán és Xayah együtt tudtak hazatérni, ami ebben az esetben elég effektív kihasználása volt. Viszont itt pedig ingyen sárkányt kap az H2K, méghozzá egy hegysárkányt. Na most ezt egy toronytörő Tristanával megspékelve, hát tényleg nehéz lesz majd ezeket az ostromokat valahogy kivédekeznie a Mysterious Monkeysnak. Az első torony, az alsó ösvényen ugye ledől, összességében már az összes külső torony az H2K oldalán landolt. Így viszont a Mysterious Monkeys egyre hátrébb és hátrébb szorul a pályán. Nagyon defenzív őrszemezés kell majd lassaskán ezek után. Mondjuk az nem rossz, hogy most Odoamnét szeretnék valahogy büntetni, illetve utána elhozni még egy hírnököt. Nagyjából az őrszemezés azt mutatja, hogy ott a hírnökkel szeretnének valamit kezdeni az elemes srácok. Csak kérdés, hogy Nukleus ilyenkor mit tud csinálni az alsó esélyen ezért cserébe. Egy adag sebzést asztalak a toronynak, és Nukleus után haza fog menni valószínűleg. A hírnök pedig meg lesz, valószínűleg Amazing el tudja hozni egyedül, így van, mert elég régóta itt van. Az Odoo-ban ezzel viszont még egy toronyra is mozdulhat majd a Mysterious Monkeys. Nagy kérdés, hogy most ez a kettőszintű torony megérte, érte, mert jóformán elhozták azt a kettőszintű tornyot. Trevivel mindent bedobnak, még egy feldobás, még egy vonzás hullám, minden kutya fülét a gyilkosság Yuki-é. Két villanás, két végső képesség, egy égetés, azt hiszem Dreams-től? Igen. Igen, pontosan. Ez egy full all-in volt. Uh-huh. Hát de megadta, Klárikám, megadta is. Ugyanúgy elhozta a Nuclear az alsó kettes tornyot. Szerintem a direkt nem villan felülön, azt mondja, hogy mindegy. Nem, ebbe ő teljes mértékben egyetértek. Semmi értelme nem lett volna erre villannia, se gyorsítania, se semmi. Itt tényleg vérszemet kapott az MM, szép egyébként a kék lopás, de ezt akár könnyedén vissza is szerezheti magának az éjstüke, ugyanis a Mysterious Monkeysnak a kék erősítése jelen esetben él. Kékész pedig igaz dicsőséggel szeretne rongyolni majd az ellenfélre. Odoamné pedig majd a letaszított király kardjára fordulva. Hát egyelőre ez nem túl biztató mérkőzés Mysterious Monkeysnak. Nem nagyon tudok mondani olyan részt, ahol előnyben vannak. Talán az egyedüli pozitivitás az Amazingnél a hírnak. Hát aki tudja használni már, mint a csapat. Igen, most az igen. A baj, hogy a hírnök most szabadjára engedett bármelyik ösvényen, az úgy elkezd szammogni, oda megy, aztán jóformán. Ha van ott két éstükélyes, akkor még akár a toronyig se jut el. Hát persze. Úgyhogy előtte egy harcot kéne megnyerni. De arra viszont nem tudom, mennyi lehetőség van. Koszkiból már ugyan van sebzés, viszont ott egy halálos ítélet és egy nuklír. Meg is szabadítják a megtisztulásától.
megpróbál a Mysterious Monkeys mindenhova a saját a dzsungelébe őrszemeket kipakolni, de ugye amiről beszéltünk, egyszerűen a három lencsével szemben nem nagyon tud mit tenni. Az Éjstökény nagyon jól tudja kihasználni ezt a három tárgyat. És ugyan még a 19. percben vagyunk, de van akkora előnye az Éjstökének. Nem, viszont ha belemennek az ilyen egy-egyes elkapásokba, az nem biztos kellemes. Jánkosz még él, viszont nem tud onnan kijutni, azért ez már tőle is sok lett volna. Milyen egy V1, most jött meg az egész banda a másik oldalról. Amazing kijut onnan, de végül odaám ne értem, hogy is be is fejezi őt. Így már egy-egyes a csere, de nézzük, hogy tudnak-e tovább menni. Yuki biztonságos távolságot nyer azzal a tobozzal. Koskyu viszont ott ragadt, és nem egyedül, hanem kikisszel, a baj ugye nem jár egyedül. Jöjjük éppen ezeket, se elrontja a nyúzás kombot, Koskyu ettől függetlenül óriási bajban, villanása már nincs, életereje úgy szintén. Kikisz pedig rossz irányba fut. Bizony, de nem hiszem, hogy őt kergetni akarják. Ne felejtsd, hogy 30 másodperc múlva jön a baronna sor, és van még egy szabad középső ösvényes kettes torony, amit nem fog tudni megvédeni Dreams és Yuki párosa, meg se próbálják. Amazing ugyan élet, de van három varázsló minion, illetve egy ágyús minion, így elég gyorsan. A hegysárkánynak, illetve Tristának köszönhetően ledül ez a torony, kitakarítják azokat az őrszemeket, mondom neki nem kell. Egyet. Ő hát akkor előnyben vagy, neki nem kell őrszemet takarítani. Egyébként abszolút valamennyire reális a dolog. Ja, igen, tehát hogy a 3-0-4-es statisztika iszonyat farm előny, de nézzük meg a visszajátszást. Jankosz fog belefutni konkrétan Kikisznek a pocakjába, így dír neki, de megint csak életbe tud maradni a felemelkedéssel addig, amíg megjön Febiben, megjön Odani, itt van Che. Igazából Nuklir volt, aki viszonylag kevés sebzést osztott ebben a csapatharcban. De Odani gyönyörűen tudta kizónázni igazából Yukit, Koskyu pedig hát rossz irányba futott. Valószínűleg itt, hogyha... hát... nem. Valószínűleg még a kettes szintű torony alá se ért volna el. Kifárasztást ugyan megkapja, a nyúzás nem biztos, hogy jó, sőt, nem jó Chaitor. De volt még egy kifárasztás, és ugye erről beszéltünk, hogyha van ott két éjstükélyes ember, akkor egyszerűen nem tudja kihasználni azt a hírnököt. Hát nem. Na, visszajön közben a hang is. A hangunk? Játékhang. Nem volt eddig játékhang. Val kint letek érték valószínűleg. Na, visszajátszásra valószínűleg letek érték. 10 másodperc végén gyorsan. De most már visszajött. Felében gyönyörű táncoltam ugye a buli közepén. Pedig ott volt szemével egy Amazing, de így sem tudták büntetni. Ez viszont Koskyuról nem elmondható, az a vonzás hullám. Hát... nem volt meg a kommunikáció nézingelő, mert visszafele ugrott, és akkor nyomták el a vonzás hullámot a levegőben. Febivennek pedig a varázs átütése egyre nagyobb és nagyobb cipőből, illetve Liandriból már bőven van így. Bármennyire is vásárolnak varázs ellenállást a Mysterious Monkeys játékosai. Ezeket szeretné majd Febivel átütni. Jelenkoz pedig a második hely sárkányra fordul. Ezt el is fogja tudni hozni gond nélkül. És ez egy 20% bónusz sebzés nagy szörnyek, illetve épületek ellen. Jóformán olyan helyzetbe hozza most a Mysterious Monkeys-t, hogy ha csak nem nyer folyamatosan ászos csapatharcokat, akkor ez szépen lassan, de a bázisába fog kerülni. Bizony. És az első mérkőzésébe is. Amazing próbál még valami őrszem játékot mutatni azzal, hogy kitakarít egyet a saját dzsungelének kellős közepéről. Negyelőre nincsen nagyon fontos célpont az idézők szurdokába. A baronna sorra nem tud kilépni egyik csapat sem, addig, amíg nem ölnek meg legalább egy embert, de az H2K megteheti. Csak nem hiszem, hogy szükséges egyelőre. Amúgy ez egy ilyen titkos választása lehetett Odoamnénak, mármint ez a Renekton. Nem játszott még az idén Renektont. Igen. Vagy kikiszől akarták elhozni. Az is lehet persze, de alapvetően eddig nagyon jól megy neki. Persze segített Jankosz, miközben 24. percben léptünk át, és a baronna sort úgy hozzá az éjstüké. Hogy vakon. Mysterious Monkeys igazából a halálát hallotta csak jóformán, azt is jó távolról. Gyors volt. Gyors is volt, biztonságos is volt. És most 3 percen keresztül
még jobban védekezésre van kényszerítve az MM. Szeretnének csapdázni igazából, ez úgy néz ki, az, hogy Amazingnek el kell használni a lencsét, mert nem mennek tovább az éjszakések, de nem azért, mert ott van egy őrszám, hanem egyszerűen, mert óvatosak, na majd most talán? Amazing nem tudta, hogy be akar menni, nem akar, Dreams ugrik be a buliba, és ott is hagyja a fogát majdnem meg, egyébként a teleport, odáni ráteleportál Dreamsre, akit sejvág agyon tss, a kampóval. Következő Jézusom. Pedig Yuki, akit már egy komolyabb fegyvere szeletelnek fel a pálya kellős közepén, mindenkinek sült madára vacsorája. Nuclear viszont egy toronnyal éri be inkább a gyilkosságok helyett. Hát lassacskán Yuki, illetve Dreams beállhatna a raptorokhoz. Mi is körülbelül annyira vagyunk erősek. Pengecsőrök mellé is. Persze, pengecsőr. Szép egyébként a húzás Koszkiúra, akinek villani kell és megtisztulnia. Aztán se kihozza onnan oda Annét. A végső képesség kijön ki kiszre, de azért ez nem fogja még őt eltüntetni egyedül. A tornyát nem tudom, hogy sej villan, nagyon szépen védi meg Dreams Koskyt a halálos ítélettől, viszont ezért áldoznia kell a saját életét. Amazing az, aki végső képességével rámegy sejre, de ennél többet nem tehet. Koskyt egyedül marad, és ez kérlek szépen, kedves Buci, még a mérkőzést is jelentheti, ha ilyen mérhetetlenül darál az H2K. Az biztos, hogy az inhibitort már megszerzik a baronnas erősítéssel, de azért 26 perc alatt nem lenne túl kellemes szerintem, viszont be, mennek. Meg is fogják csinálni. Odoanne a tornyot üti nuklírrel mögött, baronna sorral együtt. Ez kérlek szépen egy hatalmas, gyönyörű szép és mérhetetlenül egyszerű rekt, amit ide rakott elénk az H2K. A Mysterious Monkeys a pályán sem volt. Hát körülbelül. Na hát ez a tipikus példája, hogy miért ne etess meg egy krokodilt. Hát igen. Szóval azért... Főleg a saját kezeddel. És konkrétan valahol Amazing és Kikis már az elején nem nagyon tudták felvenni az első két gyilkosság után a versenyt Renektonnal, aztán pedig Yuki tényleg úgy gondolta, hogy a kezéből szeretne kockacukrot adni Renektonnak, de úgy leharapta, hogy konkrétan ketté vágta kis pengéjével Yukit. Ez nem az a mérkőzés volt most a Mysterious Monkeys-tól, ami legalább azt mutatná, hogy szeretnének, vagy valahogy meg akarják fogni az H2K-t. Hihetetlenül nagy volt a különbség a két csapat között. Jóformán az első percektől kezdve igazán reagálni se nagyon tudott a Mysterious Monkeys. Az elképzelés szép volt, mármint az H2K-től, hogy tagadjunk meg mindenféle rálátást az ellenféltől. Amúgy is megvan már a map kontrollunk azzal kapcsolatban, hogy megvannak a külső tornyok. Három lencsével pedig kitakarítok mindenkit, és Mysterious Monkeys beszorult konkrétan a T2-es tornyok mögé. GG, tehát... Azt gondolom, hogy luxus helynek odaadni ezt a trest. Hát akkor ki kell tiltani, de hát akkor meg bennmarad Zack, vagy bennmarad Caitlyn, bennmarad Kalista. Jó, de akkor is, tehát ez a trash választás helynél szerintem sokkal erősebb, mint Nuclear-nál Kalista mondjuk. Oké, most... oldalcsere lesz, és erről beszéltem, hogy az H2K ilyen dolgokba képes belekényszeríteni konkrétan az ellenfelüket. Hát ezt megpróbálom. Mi is próbáljunk nem, ilyet? Nem. Mi nem próbálunk ilyet? Nem vagyok jó, úgyhogy... De... Gyere. Jó, na hogy kell? Igen? Nem fordítva? Igen. Aha, jó, igen. És itt meg is be. Jó. Így valahogy. Igen is. Most jövjünk. Én azt hiszem, hogy, hogy nekik sem ment, tehát most ja, igen. Nem arra van szó. Itt viszont az első gyilkosság, hát ez valami szenzációsan szép játék volt az H2K-től. Ez csapatmunka. Csapatmunka egyrészt, másrészt meg folyamatos agresszió. Nézd meg, gyönyörű. Ahogy visszafordul. Kikis, ahogy ráugrik, de nézd meg. Most ez a gubó. Figyeld, Jánkos villanás. Oh, puff. Egy alaptámadás, robban a pók is utána jöhet a gubó. Dir. Aha. Nagyon szép volt. Robbanó pók pont időben robbant. Ez ugye Jankosznak a játék korai szakasz, illetve az agresszióját mutatja. Itt pedig a CC lokot nézhetjük majd meg. Ahogy oda emni, fejbe vágja Kikis, bim, arra jön a gubó. Az körülbelül ennyi. Megkapta a segítséget. Méghozzá felső ösvényen most Renekton. És mivel Fedivel nem tudták annyira büntetni, ugye egyszer volt egy all-in-os szituáció Szindrára, ezért igazából nyugodtan megtehette azt Jankosz, hogy jó, én máshova nem megyek, mint a felsősvény, megindítom a Renektont, behindba is, tök hátrányba helyezem Gragaszt.
És Amazing bármennyire is szépen farmolt az elején, könyörgöm, ez egy regszáj. Menj az elején, és üss rajta, és ott van a feldobásod, ott van az early sebzésed, ott van azért regszájban a lehetőség, hogy játék korai szakaszán igenis sebezés, igenis gyilkosságot hoz el. De semmi. Amazing, picit ilyen Xerxi stílusba rohangált, uh-huh. és nem tudom, 40-50 farmot begyűjtött, csak ő nem tud lopni. Jó, tud lopni Amazing is egyébként, bocsánat, nem akarom ezt mondani. De most lehetősége nem volt arra, hogy lopjon is bármit, baronnasorra gondolok. Olyan gyorsan hozta az éstüké, és annyira rálátás hiányban szenvedett a Mysterious Monkeys, hogy én ezen a mérkőzésen jóformán semmi esélyt nem láttam, hogy a Mysterious Monkeys valahogy megnyerje, vagy visszajöjjön a játékba. Nem, pedig azt sem lehet mondani, hogy a Pigbonban vesztették volna el. Tehát annyival nem volt gyengébb a kompozíciójuk, sőt. De azzal, hogy Odoamninak ekkor előnyt adtak, és máshol nem tudták bedolgozni, sehol. Várható volt, hogy az H2K nagyon gyorsan megveri őket, és ezzel javított az H2K saját gyorsasági statisztikáján, abszolút. Nem is keveset. Hát és igen, a Mysterious Monkeys-os srácoknak most szüksége lesz arra a frissítőre, meg egy kis pihire, és azt gondolom, hogy mi is elmehetnénk akkor egy jó. Gyorsabb szünetre. Nem sokára jövünk a második mérkőzéssel, és tuké Mysterious Monkeys 1-0.